Sziasztok, vettem néhány tő krizantémot, konkrétan 6-ot, 3-3 darabot, 3 ilyen szép bordós, barnás, közepes sárga, de szerintem nagyon jó színe van, ilyen egészen őszies árnyalat, illetve szintén 3 tővel ebből a lilásból, és az a terv, hogy mögöttem ebbe a szép kis kerekágyásba. Még egy picit kigazolom, mert múltkor nem lett tökéletes, sem sötétedett a változatosság kedvéért, de oda fogom őket beültetni. Ez most egy ilyen kis őszi virágültetés lesz. És így gyakorlatilag készen is vagyunk, egy picit még megrocsolgatom. Igaz, kicsit begyorsítottam, de egyébként elég hamar megvolt a folyamat. Amit közben láthattatok, esetleg a felvételen hosszú gyökereket, amiket tépkedtem, az nem más, mint a tarack. Arról volt egy korábbi videó, majd be fogom linkelni. Igen, azzal nagyon megküzdök ebben az ágyásban is. De amit tudtam, eltávolítottam, úgyhogy igyekeztem a hagymás virágokra is vigyázni, amik nálam a földben vannak, már a virághagymák. Remélem szépen ki fog fejlődni. Ilyen jól néznek ki, hamarosan remélhetőleg szépen megbokrosodnak. Most pedig nincs már más dolguk, csak egy kicsit megerősödni, gyökeret ereszteni, majd még egy kicsit meg lesznek továbbra is locsolgatva. Remélem, hogy szép virágok fejlődnek belőlük.